kapus a csapat és a tömeg, hogy igazándiból nem is hagynak engem egy picit sem a lendületből alább hagyni. Fantasztikus volt a mai óra, fantasztikus a hangulat, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy ismét itt lehettem. A búcsú órája, és utána következtél, milyen érzések vannak benned? Végig tiszta liba bőr voltam, aközben is, miközben láttam őket Norbikával, és nyilván az órámon is telt ház, a hatalmas tömeg, a hangulat, mindig óriási lendületet és óriási erőt ad. Hatalmas megtiszteltetés ezen a színpadon állni mindig, de nem csak ezen a színpadon, hanem az országban, bármelyik színpadon, hiszen az órámon résztvevő embereknek a szeretete, a bizalma, a hite hatalmas, hatalmas öröm és hatalmas energiákat mozgatnak bennem. Norbika nagyon ügyes volt, lehet, hogy ő lesz majd a... Lehet, szia? Lehet. Pont rólad beszéltünk, hogy lehet, hogy te veszed át majd apukától a stafétabotot? Igen, lehet. Tündéri és óriási energiákat mozgattak meg a színpadon. Minden este gyakoroltak, minden Norbikán minden energiájával azon volt, hogy ne csak a tömegnek, hanem az apukájának is örömet okozzon. És szerintem sikerült, hiszen nagyon-nagyon-nagyon büszke volt a Norbi, és hát én is. Nagyon ügyes voltál, és nagyon jó volt a ritmus érzéked is. Kemény egyébként? Kemény a kapukád órái? Hát igen, igen. Elfáradtál? Igen. És hogy érezted magad a színpadon? Jó volt, nagyon. Nagyon jó érzés volt fent állni. Ügyes voltál, gratulálunk, köszönjük!